Oh,
Szép jó estét! Jó estét kívánok! Hát igen, azért neveket mondani soha nem akkora siker, mint egy zenekarból énekelni, ezt elrontottuk soha. De még, hát ha minket is felfedezne, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát erről a csodálatos zenekarról azért néhány szót a magyar változat munkatársai, ők a valóságban is, és hát ez a zenekar neve, akiket pedig láthattatok, Kiskovács Luca, Pál Tamás, Kárpáti Levente, Varga Rókus, Árvai Csaba, Kis Horváth Zola, Rontó Gusztáv, és csodálatos hangok Zakariás Éva és Csondor Kata, hát ők szolgáltatják ma este a zenét nekünk. Viszont mielőtt még tovább mennénk, aki még nem ismerné Zitát, szeretném bemutatni tündöklésével, ragyogásával, gyönyörűségével, és azt mondta nekem, hogy igazából fogalma nincs, hogy mit keresi. Megmondom őszintén, nekem sincs fogalmam, hogy mit keresek én mellette. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Kraszkó Zitát. És Zambori Tomát! Ez így nem igaz, nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy itt lehetünk, kicsit izgultunk is, mert hogy itt van az egész szakma. És hát köszöntjük titeket, minden kedves vendégünket az első szinkronikum díjátadó gálán. És hát a díjátadó alapjául szolgál az egész úgy, hogy a Színházi Dolgozók Szakszervezetének, azaz a SZIDOSZ-nak, ma ezt azért sokszor fogjuk hallani, az életmű díja. És bizony ezt az életmű díjat mi 2015. szeptemberében adtuk először át, amikor is a magyar szinkron megszületésének a 80. évfordulóját ünnepeltük. Az első díjazott Dalos Szilvia színművésznő volt, őt követte a későbbiekben Láng József, Makai Sándor, Kassai Ilona, Szokolai Ottó, Földi Teri és Kautsky József. A jövőben is a SZIDOSZ és a Szinkron Alapszervezet által alapított életmű díjjal szeretnénk elismerni és értékelni minden olyan művésznek és szinkron szakmában dolgozó szakembernek a munkáját, tevékenységét, akik sokat tettek a magyar szinkron minőségének megőrzéséért. És hát bizony azért vagyunk itt, hogy a SZIDOSZ és a Szinkronikum Egyesület összefogásával idén először, most itt, ahogy láttok, megrendezzük ezt a szakmai díjátadó gálát. Fú, várj, ezt kicsit ilyen ünnepélyesebbre akarom. Tehát, azért vagyunk itt, hogy az első szinkronikum díjátadó gálát együtt élvezzük és ünnepeljük. Taps! Na! De nekem az első mentő jobban tetszett, amivel ez a remegő remény, hogy ugye meg tudjuk csinálni. Szóval köszönjük itt a Hadszín Teátrumnak, hogy egyáltalán itt lehetünk. A tervek szerint minden évad elején, szeptemberben adjuk majd át a szinkronikum díjakat a jövőben. Az örökösök hozzájárulásával pedig megalapítjuk a Selmeci Roland Talentum díjat. Terveink szerint erre az elismerésre a televízió és moziforgalmazók, televíziók és moziforgalmazók jelölnének olyan 40 évvel fiatalabb, 40 évnél fiatalabb színművészeket, színművésznőket, akik véleményük szerint az általuk forgalmazott vagy sugárzott filmekben kiemelkedő szinkron munkát nyújtanak. Azt, hogy ki lesz a mai nyertes, egyébként mi sem tudjuk. Minden évben független kuratórium választja majd ki. De mielőtt ez következne, a következő három évben szeretnénk még nézői, rajongói és szakmai díjkategóriákat is létrehozni természetesen, hogy valamennyi szinkron szakmai elismerésben részesülhessen. Na, hát én azt hiszem, hogy a formaságokat a sikerült érthetően elmondani talán, úgyhogy megkérjük Császár Angela Jászai Mari díjas érdemes művésznőt, hogy nyissa meg ezt a ma estét az előadó művészi jogvédőiroda részéről, majd egy rövid filmmel emlékezünk azokról, akik nem lehetnek itt. Úgyhogy felkérjük a művésznőt, hogy mondjon néhány köszöntő szót. Én az Előadó Művészi Jogvédő Iroda Egyesület nevében állok itt előttetek, és nagyon kicsit meg vagyok hatva, mert elég régóta műveltem ezt a művészetet, amit szinkronnak neveznek, és örülök neki, hogy ilyen nagyszerű emberek között lehetek.
De szeretném nektek elmondani, hogy mi is ez az EI, mert nagyon sokan nem tudjuk. Én is csak azóta tudom, hogy az EI elnökségébe beválasztottak a kollégáim javaslatára. És azóta tudom, hogy milyen fontos, számunkra hasznos az Egyesület tevékenysége. Így nem csak akkor találkozom az EI nevével, amikor kiállítom a jogdíjról szóló évente esedékes számlát. Az előadó jogvédő iroda egyesület a zenészek, színészek, táncosok jogait érvényesítő egyesület, amit az előadó művészek hoztak létre. A tévék, a rádiók és más felhasználók jogdíjat fizetnek az előadók felvételeinek felhasználásáért, és az EI szedi be ezt a pénzt minden hazai és külföldi előadó nevében a mi javunkra. 1600 zenész, színész, táncos tagja van az EI-nek, és évente 90 ezer előadó művésznek fizet ki jogdíjat. Azért olvasom, mert fontos dolgokat mondok, és nem akarok össze-vissza beszélni, hogy a végén az orromra kössék, hogy milyen hülyeségeket mondtam. Elértük azt, hogy a szinkronért is kaphatunk jogdíjat, és ez óriási eredmény, amiért 2014 óta lépegetünk előre. 2014-ben bevezettük a mozifilmek televíziós sugárzása után fizetendő jogdíjat. És 2014-ben döntöttünk arról is, hogy azok is részesüljenek a jogdíjban, akiknek mozifilmjét a hazai televíziók sugároz. Mindezt a kábeljogdíjak és az üres adathordozók jogdíjának egy részének felhasználásával tesszük. Pontos, ez alapvetően szakmai szolidaritáson alapuló döntés volt. Ugyanis a mozifilmek sugárzása után a tévék nem kötelesek jogdíjat fizetni. Ez a színészek döntése volt, és addig működik, ameddig ebben a kérdésben széles szakmai egyetértés van. Az első ilyen audiovizuális jogdíj felosztásra 2015-ben került sor. 2016-ban bevezettük a jogdíjfizetést a külföldi mozifilmek szinkron hangja után, szinkronja után. Sok munkája van ebben Mihály Győzőnek, Rajkai Zolinak, Galambos Péternek és Sesták Szabolcsnak is. Ezúton köszönjük az értékes szakmai segítségüket. Tehát a szinkronizáló színészek is 2016-tól jogdíjban részesülnek. Nehézségek persze vannak, hiszen Magyarországon nincs olyan adatbázis, amely az egyes filmekben szinkronizáló színészek névsorát pontosan és hitelesen tartalmazná. Ezt az adatbázist nekünk kell felépíteni. Az internetes szinkron adatbázis és a magyarszinkron.hu internetes oldalakon dolgozó csapatokkal. 2017-ben jogdíjfizetést vezettünk be a televíziós sorozatok szinkronja után is. Partnereink a Szinkronikum Egyesület, és elsősorban Gósz Tamás. Köszönjük. Az idei célunk, hogy a sorozatok főszereplőire vonatkozó adatok epizód szintig rendelkezésünkre álljanak. Az idén 210 millió forintot fogunk kifizetni magyar és külföldi színészeknek. A mai díjátadóest létrejöttét a Színházművészek Jogdíjbizottsága szakmailag és anyagilag is támogat. Ezzel befejezem, és az életműdíjasoknak és a Szinkronikum díjasnak sok szeretettel gratulálok. És akkor most jövünk a rövid filmünk. Majd egy szeneslapát a fejre vágták, arra kellett egy hangot adni, és két
Ott volt az első szimbolika. Utána még 60 évig szimbolika. Az utolsó között volt a nevem Bond, James Bond. Milyen ember ő, mit kell volna tudni? Hogy érted? Első találkozásokon egy abszolút vékony, halálelegáns, fantasztikus pasas láttam, és a Interkontinentálban találkoztunk, hogy riportot csináltak velünk, utána kivittek bennünket sétálni a sétányra. És néztem, hogy miért ilyen magas ez a pasas, az előbb nem volt ilyen dolog. Hát egy lépcsővel följel jött lelekkel, hogy én nincsen. És örömmel csinálja, és tudja is, hogy miről van szó. Aki nem tudja, akkor hagyjátok abba. Drága Sanyi bácsi, mit jelent számodra ez az életműtő? Mert a nevében életműdé. Bár most már nem tudok szinkronizálni, hiszen a betegségem nem engedne, hogy mindenfelé álljak. Én nem tudom, mindenfelé kihálni be. Néhány név, akiknek nagyon sokat köszönhet a magyar szinkron szakma. Úgyhogy most közülük kettőt köszöntsünk a színpadon. Mihály Győzőt, a Szidosz elnökét. És Galambos Péter, aki a szinkron szakma. Sok szeretettel. Jelen.
Mit csináljuk? Hol a szöveg? Hát igen, szóval a forgatókönyvük hiányos, ezért hívtak engem szerintem. Jó, hogy a szakszervezete jövőre lesz 100 éves. Kezdem innen, vagy csinálják? Ezek, hogyha az elmúlt, ugye 2015-nél hagytuk mi abban az ünneplést, és ez egy különleges alkalom, mert most először tudtuk ezt a gálát megrendezni. Új életműdíjak kiosztására is sor került, tehát mi történt azóta, egy kis szakmai összefoglalat, hogyha nyújtani. Jó, az történt, hogy hát ő a SZIGOSZ elnökévé választottak, szóval is meg 17 van, 14-ben, tehát van, hogy negyedik éve csinálom, és akkor, amikor megválasztottak, akkor én láttam, hogy a szinkron szakmában elég sokat szinkronizálok, nagyon sok baj van. És ennek a megoldására valószínűleg jó lenne, hogy a SZIGOSZ az egy országos szervezet, 36 alapszervezetünk van, különböző színházakban, 100 ember van mondjuk egy színházban, de ugye egy szinkron alapszervezetet kellene létrehozni, akik fölvállalnák, vezetőséges, fölvállalnak ennek a szakmának a problémáit. És akkor beszéltem a Galambal, nagyon ügyesen azt mondta, hogy őzöm, megszervezem, internet. Nem így volt. De így volt. Internet, őzöm, nagyon jó. Emlékezzünk így rá. Jönnek utána, mindenki velünk lesz, és mindenki csatlakozik, tehát nagyon lelkes volt, és akkor megtörtént az első beszélgetés, összejöttünk, akkor úgy, ahogy valamifajta vezetőséget választottunk, de nem akartak igazából a srácok kiállni, hogy én elnök vagyok, halelnök leszek, vagy egy kicsit olyan, tudom én, hogy közfelkiáltással választottunk egy vezetőséget, és mostanában megtörtént egy igazi választás, ahol Rajkai Zoltán lett az alapszervezet elnöke, alelnök lettél, és a Csongi, ilyen gazdasági alelnök, ő is egy alelnök, gazdasági idekért lesz felelős. Tehát, és akkor, amikor megtörtént az alapszervezet létrejöttem, akkor ezt tudni kell, ugye a Tóni volt előttem, Konrád Antal csinálta, és ő is megpróbálta egyedül elintézni ezt a szakműsítési jogdíjat, de az volt a válasz, igazából az volt a fő szakmai negatívum, hogy ezzel igazából a külföldiek járnak jól, mert tudni kell, a Sean Connery a 100% ismétlési jogdíjakból 65%-ot elvisz. És a Brad Pitt is elvisz. Tehát az ő ügynökségük jelen van az EI-nél, és kérik. A szinkron arra csak a 35% marad. Én azt mondtam, ez egy döntés volt, hogy igenis, akkor is kérjük ezt a 35%-ot, ha az ilyen kevés, akkor is kérjük, mert ez egy elvi kérdés kell, hogy járjon a szinkronizáló színészeknek, ha egyszer megcsináltak, létrehoztak egy produktumot, egy szellemi, egy művészi produktumot, akkor igenis, hogyha azt újra felhasználja egy televízió, és ugyanúgy megszakítja, és reklámot közvetít közben, és ezért bezsebeli a sok pénzt, akkor igenis kapjanak a színészek ismétlési jogdíjat. Ezen elindultunk, a Galambék is elindultak, próbáltam segíteni a dolgokban, és az egyre egy nagyon jó megállapodás született, ezt tudni kell, hogy nagyon sok munkával jár. Tehát több millió forintot mondtak nekem, hogy gépparkot kell, fel kell menni embereket, tehát plusz munkát jelentek, és monitorozott csatornákat, akik ugye jelentenek arról, de jelentést és hivatalos jelentés jön a EI felé, hogy ez is ez a film újra ismétlésbe került, és ezek is ezek az emberek voltak benne. Tehát ez egy jogi formula, aminek hitelesnek kell lennie ezeknek a dolgoknak. Ezt az EI megtalálta, és most hát hál' Istennek 2012 visszamenőleg járt ez az ismétlési, szinkron ismétlési jogi. Persze. Bocsánat, hogy félbeszakítanak, annyival egészíteném ki ezt a dolgot, és ezt a gálát is, ez nem hangzott el, nyilván el fog még hangozni. Ez most elsősorban díjakban is, meg arculatában, megjelenésekben is a színészekre koncentrál. Ennek nyilván az az oka, hogy ez volt most a legegyszerűbb, legkönnyebb megfogni, mind díjak tekintetében, mind egyéb tekintetében. Nagyon fontos, ha tudjátok, és hogy tudják azok a munkatársaik, akik nincsenek itt, gyártásvezetők, rendezők, dramaturgok és a többiek, akik részt vesznek ebben a munkában, hogy természetesen a jövőben ezt a gálát is szeretnénk más szakterületekre is kiterjeszteni, mint ahogy jogdíj ügyben is nem csak a színészekre koncentráltunk, amikor elkezdtük ezt a harcot ezért a irgalmatlan mennyiségű pénzért, de most már tudja az, aki kapott jogdíjat, hogy miről beszélünk, most már remélem mindjárt megkapták a jogdíjat, hanem a rendezők és a dramaturgok is most már ugyanezen alapon, ahogy a színészek megkapták, az EI-től. A dramaturgok is, a vágók és a mérnökök nem.
Nem, mindegy, ez van később. Tehát az egy következő harc lesz, hogy a vágók szakmáját és hangmérnökök szakmáját is jogdíjassá tegyük, ez törvényi szintű kérdés. Ott a filmjusszal kellett megállapodnunk ugyanezen az alapon, tehát a külföldi film rendezője is megkapja a magyar sugárzás után a jogdíjat, stb. Ugyanennek egy részét sikerült lecsípnünk gyakorlatilag az ő pénzükből, hogy a rendezők, dramaturgok is megkaphassák a pénzt. További lépések és irgalmatlan mennyiségű meló van még előttünk, hogy ebből a szakmából ki lehessen hozni azt, ami szerintünk benne van, és azt a megbecsülést anyagi szempontból is, ami nektek szerintünk jár. Köszönöm. Igen, és hát ezért kérjük mindenkinek, hogy nem létedből lépjen be a szinkronhang szervezetben, anélkül nem nagyon megy a dolgosség. Mi befejeztük szerintem. De nagyon kerek volt, éreztük. Ha nem mondod is meg volt, köszönjük szépen. Arra kérlek viszont, hogy maradjunk ott a leghatatokat. Maradjatok mindenképpen, győző feltétlenül, mert azért az a két díj, amit viszont ma este átadunk, azt hiszem, hogy egy mérföldkő a szinkron szakma életében. Én de átsasztézok. Somát pedig majd megkérem, hogy segítsen esetleg a fellépő művészeknek. Első körben, elsőként azt a művésznőt szólítjuk, akinek egyébként köszönhetjük a magyar szinkronizálás történetét, mert hogy ő az, aki megírta. Az én kedvenc színésznőm Gina Rowlands magyar hangja, nagyon sok magyar hang fűződik még hozzá. Hát ha más nem, úgy mindenki tudja, hogy Ellie a Dallasból. Dallos Szilvia! Egy taxist kértem meg, hogy vigyen már el, hát ha ő tudja, hogy hol van, és jöttem fel azon a hosszú lépcsősoron, aki ismerte, vagy ismeri a Pannonia Filmstúdiót, az tudja, hogy ez a hosszú lépcsősor, ez aztán egy fórum, egy ilyen büfébe vezetett, ahol amikor először oda beléptem, akkor vagy 30 hasonló korú színésznő várakozott, és én megkérdeztem, hogy ti mire vártok? Mit csináltok itt? Szóval nekem szinkronizálni jöttek. Igen, és hogy kell azt csinálni? Nehéz volt magad. Van asszisztens, van rendező, van hangmérnök, de megkapod a szöveget, és rámondod a vászonra. Igen, hát akkor, hát ha nektek sikerült, gondoltam talán nekem is. És akkor behívtak a műterembe, nem tudom, hányadik voltam, és mondja nekem az asszisztens Csillag Márta, hogy itt van a szöveg, látod? Na, ezt kell oda rámondani, akkor, amikor azt kinyitja a száját, akkor te is nyisd ki, és mondd a szöveget. és nézem közben azt, aki meg fog szólalni, persze, különben nem lesz szinkron. Oké, hát jó, hát akkor megpróbál, kezem, lábam reszketett, a szöveg reszketett a kezemben. Csak egyszer csak megszólalt a Vas János, hogy na jó, de egy kicsit indulatosabban és izgalmasabban kell azt a szöveget mondani. Igen, jó, megszólalt a hangmérnök. Egy kicsit menjen közelebb, mert nem így nem lehet hallani semmit magában. Igen, jött az, de akkor kezdem, hogy megböklek, jó? Amikor megböklek, akkor kezdem az. Igen, jó, hát akkor kezdjük. És akkor befejeztem ők is, és azt mondták, hogy köszönjük, majd érdesítünk. Kimentem a műteremből, kezem, lábam reszketett. Istenem, én marha, miért kellett nekem ebbe a bukásba belemennem? Ezt a fügyét miért kellett nekem csinálni? És akkor rákövetkező hétfőn, az Egri Színháznál voltam akkor, kapok egy újabb ilyen rúzsaszín cédulát, hogy jelenjek meg a
próba meghallgatásra. Hát mondom, annyira rossz voltam, hogy észre se tették, hogy ott vagyok. Fölmegyek, még egyszer elmentem az anyukám, azt mondta, hogy fiam, ha hívnak, akkor mennek. Taxi, elmentem, akkor már pedig tudtam, hogy hol van. Ez egy taxi, ami biztos, mentem fel a lépcsőn, kezem lábam reszketett, és ketten voltunk egy kolléganővel a bifében, mondom, és te is erre jöttél? Igen. Na akkor szólt a Csillagmárta, gyertek be, egyiket te mondod, másikat te mondod, egyiket te másikat. Mind a kettőn kezébe így reszketett a szöveg. Elmondtuk, Vas János kijött, oda ment a kolléganővel, kezet fogott, én mentem ki az ajtó felé, és akkor utána szól, hogy ne menjen sehova, maga csinálja. Ez volt az Annyi Zsilárdó, a Runkó és Bívérei című filmben. De még csak annyit, hogy a kolléganő egy fantasztikusan tehetséges színésznő volt. Nem azért kaptam én meg a szerepet, mert én annyira tehetséges lettem volna, hanem azért, mert pont az én hangom felelt meg leginkább erre a figurára. Úgyhogy köszönöm szépen! Fú, szeretettel gratulálunk! De jók ezek a sztorik. A következő díjazottunk, nem tudok szuperlatívuszok nélkül beszélni róla, ezért azt gondolom, hogy a kevesebb több. Jöjjön a mi médikénk. Köszönöm! És nagyon szerettem a szinkron. Én szeretem. Biztos még rajtam kívül nagyon sok van, de nekem úgy látszik össze is jött egy kicsit. És nekem az első ilyen próba szintén a Vas Jancsival volt, mi összejártunk úgy privát kártyázni, és egyszer úgy megkérdezte a Jancsi tőlem, hogy te voltál már szinkronizálni? Mondom, az mi? Azt se tudtam, hogy mi az, de nem volt ez, nem volt téma. És mondtam, soha azt jelentem, hogy gyere be a Kolumbiába. Bementem, és egy német filmben egy német katonalány kellett szinkronizálnom, méghozzá németül. Ezt sosem fogom megérteni. Elmondtam egy német mondatot, és azt mondta a Jancsi, hogy jó, akkor fogsz ezután szinkronizálni. Mondom, köszönöm szépen. És aztán, hát nagyon sok szép szinkron szerepet játszottam. Hamlet anyám több példányban is. Az egyik a Smoktunovsky féle volt, és ott a latinom is volt a Hamletem. Hát, attól nagyon féltem, mert mindenki mondta, hogy hát a poklok kínját fogod kiállni, mert már ő belekött mindenbe, és nagyon nehéz vele dolgozni. És tényleg reszkedtem, mikor bementem, és legalábbis akkor aznak jó hangulata lehetett, de nagyon kevés olyan jó partnerrel és kedves emberrel dolgoztam, mint akkor a Latinovicsal. Úgyhogy ilyen emlékeim vannak, jó partnereim voltak, biztos sokat segítettek nekem.
És hát nem is tudom, hogy még mit meséljek el. Biztos, hogy sok mesélni való van, hogy a Jessica Fletcher én vagyok. És nagyon megszerettem, hálás is vagyok neki, mert most is minden este megy valahol a hangom, úgyhogy... De, hogy... Igazán tulajdonképpen most ismertek meg jobban, és olyan előfordul, hogy a villamoson megszólítanak, ha véletlenül egy szót kiejtek, hogy ugye tetszik szinkronizálni? Hát ez a kedvenc hangunk, hát ennél többet nem is kérek. Sosem tudtam lehúzni a bérüket. És hát itt rögtön az elején ilyen torokszorító pillanatokkal indítottunk a film során, szerintem ma este lesz még ilyen. Most olyas valaki jön, kapja az életműdíjat, aki már nem lehet köztünk, de itt van a lánya, ha jól tudom, úgyhogy Makai Sanyi bácsi helyett megkérem Makai Andreát, hogy fáradjon a színpadra és vegye át egy életműdíjat. Szeretnék ezzel tisztelegni előtte Pásztor Erzsi. Erzsike van, nincs itt. Úgy tudtuk, hogy föl fog gyógyulni egy könnyű megfázásból, de sajnos nem tudott eljönni most. Átadjuk meg itt először. Ennyi hölgy után. Jöjjön most már a férfi szekciónak egy neves képviselő, egy összetéveszthetetlen hang, Perlaki István. Köszönöm. Ismerik, nagy örömet jelent, hát ha egy életművet elismerek, az különösen még nagyobb örömet. Tulajdonképpen nagyon sokat beszéltünk a szinkronizálásról, a szinkronról. Én most a szinkronnal kapcsolatos dologról szeretnék beszélni. Ehhez viszont vissza kell mennünk 1962-ig, kattom 2 novemberéig, nem leszek hosszú. És el kell mondanom, hogy 62. novemberében az Ez is szerelem című francia filmnek egyik fiatal főszerepét szinkronizáltam egy remek csapatnak, az Apósomat Csákány a Cicsira szinkronizáltam, a nagyon sokat Tolnai Klári, a feleségben pedig Várpihé. Remek társaság. Nagyon sokat tanultam tőlük. A filmet magát Moldoványi József rendezte, a hangmérők meg Bévai Pistó. Moldoványi név később a sorokat. Akkoriban tényleg a legkiválóbb művészek vettek részt a szinkronban, ezt azoknak mondom, a fiataloknak, akik nem lehettek részt
és nem vehettek részt a Pannonia filmstúdió munkájában, nem mellettek ott a büfében, ami tulajdonképpen a rádió pagodájában egyenértékű volt. Egy ilyen alkalommal, várva 8 óra előtt arra, hogy az asszisztens behívjon, ott ültünk egy asztalnál, Becsenyei felé, Zente felé, Raksári Kutya, és még néhányan beszélgettük és vártuk, hogy szólítson az asszisztens. Amikor egy fehér köpenyben egy fekete kis tündér átlépett a szinkron büféjén, megállt a beszélgetés, és azt mondta, Becsenyei Balázs, hogy ez egy nagyon csinos teremtés. Hátul meghúzóva szerényen csak annyit mondtam, feleségül fogom venni. Ne hülyéskedj, mondja fel, ismered? Én nem. Tudod, ki kell neki? Kutatómérnök, fogorvos, bankár, és te a te sztőti kis színésznek kell ezt. Ez 1962. novemberében volt, 1963. áprilisában feleségül lettem a tündért. Mint később kiderült, a hangtechnológiának csoportvezetője volt, és ahogy elkivegetett a szinkron büféjén egy fehér köpenyben egy műszerekkel teli kocsit tolva, felfigyeltünk mindjárt. Tehát április 30-án 1963-ban feleségülettem, és azóta 54 éves boldog házasságot töltöttünk együtt, és mai napig is együtt vagyunk. Nagyon sokan közületek, hál' Istennek, az időseknek ismerik. Itt van most is velünk, tehát igazolják, hogy ez a házasság sikerült. És ezt nem másnak köszönhetem, csak a szinkron. Köszönöm ezt az életműdíjat, és köszönöm nektek a feleségnek. És most vettek készen ezek a plakettek, azért adjuk át most különben. Nagyon szépen köszönöm. Én itt hallgattam az előttem lévőket, és hát igazság szerint én nem ilyen töretlen szinkronpályát futottam be, mint ők. Tudnék, amíg főiskolás voltam, akkor elkezdtünk szinkronizálni. Jó is volt, szerettem is, rádiózni is nagyon szerettem, de miután vidékre kerültem, Szeged, Szolnok, Pécs, egész nyugdíjba menetelem, még vidéken dolgoztam, hát elég keveset szinkronizáltam közben, mert mindig csak nyáron, amikor itthon voltam, akkor sikerült bejutnom. De hála Istennek azért egy csomó nagyon jó kollégával szinkronizáltam is, és színházban is találkoztam, mint ahogy az előbb említett Makai Sanyival is játszottam együtt színpadon is. Tehát nagyon jó dolog volt, hogy mindenkit ismertem gyakorlatilag színházból és szinkronból. De hát utána, hát most körülbelül 20 éve annak, hogy rendszeresen szinkronizálok újra. Mert addig azért, amíg a gyerekem még föl nem nőtt, addig nem nagyon hagytam ott. És megmondom őszintén, hogy a mai napig nagyon szeretem. És igaza van a Médinek, hogy amíg a közönség soraiból bárki fölkapja a fejét, addig ez örömet jelent. Egészen furcsa emberek, a Pikában egy eladó fiatal lány, akkor a
mint egy rendőr például, aki azt mondja, hogy maga szinkronizál, ugye? Az egy nagyon jó dolog, hogyha ezt megismerik és örülnek neki. Hát, én megmondom őszintén, nem számítottam erre, és nagyon köszönöm. Pásztor Erzsike nem tudott ma eljönni, hanem még egy életműdíjazottunk, egy valódi, egy másik férfi legenda, Báncs Ferenc. Neki is eljutatjuk majd a díjat, de azért egy tapsan, egy picit igényi. Ünnepléséről is rólunk szól. Ezért kedves díjazottjaink, fogadják sok szeretettel azt a vers csokrot, amit egy kollégánk készített. Három versen jön Molnár Gyöngyi. Sok szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. Ember, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyed töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig símogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt villákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadta. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összeródladik, mint a tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, még le nem teszi a művész a vonót. A játszótársa. Mondd, akarsz-e? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerekszívvel fontosnak látszani, nagy komolyan az asztaltőre ülni, borból, vízből, mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani mindent, mi élet, havas telet és hosszú, hosszú ősz? Lehet a némán tehát élet. Rubin teát és sárga pára tűzt. Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, az utca seprő szegény beteg ember.
mindenféle jó. Akarsz játszani boldog szerető? Széllelő sírás, cifra temető. Akarsz-e élni? Élni mindörökkön. Játékban élni meg, valóra vár. Akár a folyton gyűrűző idő, oly izgató vagy, és olyan megnyugtató, mint sír felett a könyv. Olyan vagy, mint egy vélemlőd barát, és nem ismerem ma sem egészen még nehéz hajadnak illatát. És kék vagy olykor, s félek, el ne hagy csavargó nyurga füst, és néha félek tőled én, ha villám színű vagy, s mint napsütötte égi háború, sötét a rám. Ha megharagszolj, épp olyan vagy, mint az mély hangú, hosszan zengő és sötét. És ilyenkor én mosolyból fényes hurkokat rajzolgatok körét. Ma még a szívem úgy érzem én, örökké téged szeret, hogy senki mással te nélküled boldog sosem lehet. A vágyom álmomba, mint tiéd, 400 forró dalom, a lelkem rejtett kis titkait ma még neked adom. Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még, ki tudja, holnap fáj-e még, szíved a tegnapé. Holnap, ki tudja, holnap vársz-e még, ki tudja, holnap fáj-e még, szíved a csókomé. Meg ne várjuk a józan reggelt, az álmunk még véget ér. Elégni se kár, meghalni se fáj, egy mámoros pillanatért. Holnap, ki tudja, holnap látsz-e még, ki tudja, holnap fáj-e még, szíved a tegnapért. Bízunk benne, hogy nagyon sokáig fogunk még titeket látni, drága kollégák. Bízunk benne. Molnár Gyöngyinek köszönjük szépen, és tartjanak, maradjatok még, mert a következő dal is ne... Sok szeretettel lesz. Kedves drága díjazottak, mivel a zongora az itt hátul helyezkedik el, én itt megbújok a színpad végében, de talán arra kérlek benneteket, önöket, hogy tekintsétek, úgy tekintsék ezt úgy, mint egy kis fülbes futtogást. Úgyhogy, ha még sincs kedvük hátrafordulni, én nem veszem abszolút ezt rossz néven. Legyen ez a dal egy tiszteletadás, mind a magam, mint mindannyiunk nevében. Ez, ahogy az eredeti címe is mondja, Your Song, a ti, a te dalotok. Thank you.
best I can do. My gift is my song, yeah, this one's for you. You can tell anybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. Annyiféle foglalkozás van, a vágó, a hangmérnök, a gyártásszervező, a dramaturg, a fordító, és ki ne hagyjak valakit, akiknek a jövőben szintén szeretnék majd valamilyen elismeréssel adózni, amiről ugye Galamb és Győző beszélt. De a következő néhány perc ezen átkötőjegyében a fordítók, akik nagyon komoly munkát végeznek, és úgy gondoltuk, hogy egy picit meg is mutatnánk ebből valamennyit. Itt van velünk, és kérjük szépen, hogy fáradjon fel a színpadra, Boros Karina, Piszkai Szilvi, és Szalkai Lőrinc Ágnes. Arra kértük őket, hogy fordítsanak nekünk, egy picit bemutatva a munkájukat, a Casablanca című filmből választottunk részleteket, és egy picit a történetére is utaljunk, a dramaturgiának, a szinkronfordításnak. Karina számítógéppel dolgozott, Szilvi írógéppel, Ági pedig tollal. Na hát ez milyen élmény volt, azért egy picit ebben rákérdeznék, hogy kinek milyen volt.
idején mindig kézzel írtam, úgyhogy életemben először írtam most írógéppel. Iszonyú nehéz, borzasztó. Én a 90-es években kézírással kezdtem el fordítani, igaz nem szinkront, hanem egy magazin, úgyhogy én már egyszerű nosztalgiával gondoltam a 80-szor áthúzott, átjavított sorokra, és mire nagy nehezen ráéleszthető volt. Hát a gépírónőket is sajnáltam, mondjuk én annak idején tisztázott szöveget adtam nekik, úgyhogy ez maradt az én példányom, de igen, nem volt könnyű, az biztos. Nekem pedig semmi extra nem volt, mert én a jelent képviseltem, úgyhogy én ugyanazt csináltam, amit minden. Dolgoztál nekünk egy kicsit ingyen. Hát, köszönjük szépen tényleg. Mi pedig egy kis játékkal tisztelegnék a fordítók előtt. Első hét, ugye mindig az első kör a legnehezebb. Somával megpróbálkozunk egy részlettel, utána pedig nagyon örülnék, hogyha velünk tartanátok, és bárki, aki nem lehetett Ingrid Bergman vagy Humphrey Bogart, az ma este lehet, és kérjük, hogy nyugodtan gyertek fel és játszatok egy picit velünk, addig, amíg gyűjti mindenki a bátorságot meg a lelkesedést. Először is egy nagy tapsot ünnepeljük meg a dramatikusokat és a fordítókat. És akkor nézzük meg az első részletet. Egy frank hajlárulat. Amerikában csak egy pennit kapnék. És nagyjából ennyit is ér. Ez annyira hát, az én szerepem. Én szívesen túlfizetlek. Árul el. Azon gondolkodtam. Hogy? Hogy milyen szerencsés vagyok, amiért betoppant rá az életem. Volt-e más férfi az életemben? Nem tudom. Igen. Meghalt. Sajnálom, hogy megkérdeztem. Nem láttam a szöveget, mert egy picit. Csak egy válasz van. A kérdéseimre. Így szeretném jelezni, hogy engem nem hívtok eleget. Ráérek. Nagyon jó vagy. Kinek van kedve, mondjuk itt van csodálatos zenekarunk csupa-csupa szinkron sztárból, szóval ki, és mondjuk minden lehet, hogy az akarjás, nyilván biztosuk azért egy tapsal. Van a rókus, megjelenték, itt van a rókus. Ha nem, akkor szóval. Hol a róka? Varga Rókus! Lehet, hogy kint van? Kiszóltok neki? Hol van? A Levi is jó nekem! Levi! Levi, hát gyere, gyere is! Ja, akkor Levi, nem ezt leszünk a rókát előkeríteni valahonnan. Rókát gyorsan kerítsétek elő, de villám gyorsan! Egy hölgyi bogárt jelöltes várunk. Menjetek már, kellem. És ha a róka nem ér ide, akkor jön a pátomi. Bebújik. Tökéletes választás. Ugye, hogy jó lesz? Tomi, esetleg te itt vagy? Mindjárt megnézem. Itt van a Tomi. Na, megyünk. Adom is le. Oda. Jó, oké. Okay. Szerintem a rókus lement a pincébe, tudta, hogy mi vár rá. Úgyhogy ez is bezárult az ajtót belül. Kimegyünk a képbe. Igen. Na nézzük. Ugyanez, mint az előbb. Felvételbet? Vagy próbáljam hagyni a képbe. Teljesen más. Rick, beszélnem kell veled. Igen? Vártalak, hogy majd kocintunk egyet. Igen? Nem, Rick, ma nem. De éppen van. Kérlek. Miért jöttél Casablancába? Annyi hely van még. De hogy jövök, ha tudom, hogy itt vagy. Nem tudtam, kérlek, hidd el nekem. Érdekes, mennyire megváltozott a hangja. Nem változott, ma is hallom. Richard, de legalább bárhova elmennék veled. Felszállunk a vonatra és megsem. Miért? Miért? Nem. Ha jól tudom, mit érzel. Hol tartom? Mit érzek? Pedig is vagyok egy bűnök. Hiha. Melyik vette? Jó, ez az utolsó egy. Majd a vágó erjed beszél. Szép finálja, ott vár a vágyamáson bőrgázott férfi. Komikus motor volt az arcán, mert épp kitépték a szívét. Nem számoltam a napokat. És végén. Nem egy
Szörnyű szakma ez, higgyétek. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen. De amikor stimmelt, az olyan volt, hogy jaj, tömegezni is megyek hámzóval, nem kell feltétlenül ezt. És van-e valakinek egy jelenet ezt? Van még egy jelenet. Hát akkor az önjelölt rókus most megjön vissza. Nem tudom, de... Itt van, amikor kell pontosan. Hát, azért válasz magadnak egy hölgyet a nézőtéről, érdemes, akivel igen. Valami rókussal dolgozni nagyon jó. Jó estét, sziasztok! Egy csinos hölgyet választok. Olyan kérdő. Megpróbál. Yes? Hello! Kutasuk tapsa, bizony, nagyon köszönjük! Nem csinálod meg a nőt? Bocsánat, mi a film? Mi a sztori? Ja, Casablanca! Nagyszerű! Igen, most már a szövegből tudom. Mert átküldtétek. Jó. Én vagyok az a fájtlas? Ő leszek? Ő ki? Az első nem kérdezik. Így lesz. Bocsánat, de az első mondat rögtön, nem érdekes. Igen, előről. Kaphatunk egy próbát? Nem. De sosincs, próba sosincs. Ez volt az. Ez a kulisszatitkot tudod, de próba sosincs. Viszonylag nem vagyok itt tettük. Most ez nagyon képen kívül ment. Tudod, van befejezése? Ökje van, jó, mert az mindig nem áll. Még nem tudom. Nem tudom. Ez már a nagy. Ez már itt a mondó. Hatos kiállás. Ez most folyamatosan beszélek. Beszélek. Egy barátházában. Találkozott egy férfival, aki rengeteget hallott. Egy rettenthetetlen férfi. Ez még mindig én vagyok? Hát, igen. Most így. Pici könyvben állhat a szemem. Szóval ez nagyon szép. Én is hallottam, mert így, hogy rengeteg történetet hallottam annak idején. Mindegyek kis zongora kísért, amire a földszintje társadalomban játszották. Hosszú. Egyszer gyerekkoromban találkoztam egy férfival. Mind így kezdték. Azt hiszem, egyikünk története sem olyan. Mondja az. Kit hagytál, értem? László volt az, vagy voltak mások is előttem. Vagy te nem vagy olyan, aki elmondja. Picit nem a baszva itt már, nem? Hát jó, nem jól van, hogy gyerekek. Nagyon szépen köszönjük. Megmutatjuk a munkánk végleteit, amikor élményezt csinálni, és a nagy sztárjaim röpködnek, és akkor milyen jó túlélni. Húfé, hogy vége van. Na hát, ugyanígy próbálunk a jelenből is információkat adni, a jelen művészeit megidézni, és hát a múlt művészeit is, úgyhogy ez következik most. Múlt idézéssel folytatjuk. Sokan elmentek, sok barátunk nincs már velünk. Nagyon sok mindenkit temettünk el, nagyon sok mindenki hiányzik, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki fog is még hiányozni. Úgyhogy örüljünk azoknak, akik itt vannak. Kendővel zártam,
A magyar változat munkatársai. Jól játszanak Zoránt is együtt. Azért jó, hogy nem bányászok vagyunk, nem nehezebb lenne kihozni egy zenekart. Néztem ezeket a képeket, és néztem drága kollégáinknak a fényképeit onnan a takarásból is. Annyi kedves pillanat, és annyi kacagás, és annyi sok jó
színpadi, szinkron pillanat köt velük össze, hogy nem tudok más mondani, és ne nyugassza őket. De ma egy kicsit velünk vannak, nem is kicsit, nagyon. Köszönhető ez annak a díjnak is, amit most fogunk először átadni. Az örökösök támogatásával és remélem jelenlétével, ugyanis létrehoztuk a Selmeczi Roland Talentum díjat. Erre minden évben azok a 40 év alatti színművészek, színművésznők, esélyesek, akiket a filmforgalmazók, televíziók a legjobbnak találnak. Úgyhogy most először átadásra kerül ez a díj, de a színpadra szólítanánk mindenkit, akinek ehhez köze van, azt még mondjuk egy független kuratórium dönt minden évben a díjazottakról. Úgyhogy kérjük szépen Takács Melindát, a kuratórium elnökét, hogy fáradjon fel. Császár Angélát. Selmeczi Dorottyát, ha itt van. Dolajmányát. Káli Dartunk a szinkron szakma részéről. És Pármai Pétert, aki a szinkronzi szakmát képviseli. Néhány szó erejéig, hogyha nem hozlak ezzel zavarba, mi az, amit nem mondtam el, és mi az, amit tudnunk kell a díjról, illetve hát hirdesd ki a díjazottat. Köszönöm, erről sem volt szó. Gósz Tamás megkeresett minket, helyesebben Dorcit először, és a Dorci rettegve rohant el a másik szobán, hogy anya írt valami pasas, apával akarnak valamit csinálni. És akkor persze ez nem így volt, de az a lényeg, hogy, hogy hihetetlen megható volt, és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, amikor a Tamás minket ezzel megkeresett. Szerintem valamennyien ismertétek Rolit, neki a szinkron, az legalább olyan szerelem volt, mint a színház. És az, hogy marad utána egy kézzel fogható, fontos, értékes valami, egy ilyen díj, ami azt gondolom, hogy ahogyan ő dolgozott, és ahogyan ő szerette ezt az egész szakmát, érte kiállt, vagy kiár. Úgyhogy mi nagyon-nagyon köszönjük tényleg mindenkinek, akinek ez először megfordult a fejében, aki kivitelezte, aki itt van, aki segített, aki kapja, és remélem nagyon sokáig kapják, mert fontos, és nagyon büszkék rá a családból szerintem mindenki, beleértve Artúrt is, Artúr is család, ő fiam keresztapja. Úgyhogy én nem szeretnék más mondani, rettenetesen meg vagyok hatva, pedig beszédhez vagyok szokva, folyamatosan meg vagyunk hatva ettől. Biztos, hogy ránk néz Roli, és ő most nyilván ellökne valami olcsó poént erről az egész történetről. Jót vidulnánk, de most ez nem az a pillanat, hanem mi összeültünk egy picit, amikor ide megérkeztünk, Péterrel, Artúrral, Torcival és Angélával, és egy nagyon jó hangulatú, de nehéz, és vidám beszélgetés után eldöntöttük, hogy kié legyen az első Selmeczi Roland Talentum díj. De én azt kérem, és ez nekem nagyon fontos, hogy ne én olvassam fel, hogy ki ez a díj, hanem a Dorci. Igen, tehát a díjat Horváth Illésnek szántuk.
Horváth Illés ma nem tudjuk lenni, de mindenképpen eljuttatjuk hozzá. Köszönjük szépen! És menjünk tovább idelébe. Hát ez nem olyan olcsó poén, de azért igyekszem feldugni a hangulatot. De te is igyekszel, mert hogy egy filmet is készítettetek apukád emlékére, amiről én azt hallottam, hogy ez nem egy ilyen szomorú gondolatmenet. Mi inspirálta, mit láthatunk majd most a következő percekben? Igen, az öcsémmel készítettünk egy filmet, amiben olyan képek láthatóak, amiket eddig hát így az interneten nem voltak fenn. És igazándiból a képek úgy adták magukat, a zenén gondolkodtunk nagyon sokat, és aztán eszembe jutott, hogy mindig apa vitt engem óvodába autóval, és mindig ez a zene ment, ezt nagyon ahhoz kötöm, és azt gondoltam, hogy semmiképp nem szeretnék síjós, lassú számot, hanem inkább a nem tudom, boldog emlékezésre törekedtünk, és ezért választottuk ezt a zenét. Hát akkor a győztesnek gratulálunk, köszönjük szépen, hogy felfáradtatok, és ezt a csodálatos díjat létrehoztátok, és átadhattuk ma. És akkor Selmeci Rolandra emlékezünk. Thank you.
És akkor kikalkulálhattátok, hogy hátra van még a közönségdíj. Közben megérkezett Rajkai Zoli, a Szinkron Alap szervezet elnöke, úgyhogy megkérjük, hogy legyen a segítségünkre, mint a szinkronért egy igazán sokat tevő színűhöz. És a díj, amit most átadunk, ez az a közönségdíj, amit a magyar szinkron... Odaadom neked, azt elárulom, hogy a győztes nincs itt. Viszont a képviseletében érkeztek Vicián Otto, a közönségdíjas, és Viktor, Csajánk, a gyakorlatilag képviselő, Kozma Krisztinát és Kányát Rékát jelentőben. Köszönjük szépen, és szeretném Otto szavait tolmácsolni nektek. Mindenek előtt a gratulációját a díjazottaknak, és mindazoknak a jelölteknek, akikre a közönség szavazott, láttam itt pár ismerős arcot, hello! És nagyon szépen köszönjük, mert nagyon sok jelöltre érkezett szavazat, úgyhogy külön öröm, hogy Otto ezt megnyerte. Úgyhogy nagyon köszönjük, és nagyon boldogok vagyunk, és köszönjük az alapítóknak is. Szeretettel gratulálunk! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! A három akkordjához közeledünk az estének, de csak közeledünk. Mert ahogy volt nyitó beszéd, azt gondolom, hogy a jövőre vetülő néhány záró mondatra azért felkérünk téged, Zoli, hogy mondd el, hogy mi az, amire jövőre számíthat a szakma, mivel készültök, milyen újítások várhatók. Köszönjük, szeretettel köszöntök mindenkit. Jó sokan vagytok, nagyon örülök neki, hogy ennyien eljöttetek ma este. Néhány szót szólnék, nem tudom mennyi szó esett a Szinkron Alap szervezetről, ami azt jelenti, hogy megalakult 2 évvel ezelőtt a SZIDOSZ, tehát a színházi dolgozók szakszervezetén belül a Szinkron Alapszervezet, aminek az a fő célja, hogy a szinkron szakmában dolgozó szakembereknek, tehát színészek, rendezők, hangvágók, hangmérnökök, dramaturgok, fordítók, gyártásvezetők, tehát mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, annak a bérét, a gázsait megpróbáljuk emelni, azon kívül a szakmának a munkajogi és a munkafeltételeit javítani, valamint megpróbáljuk mindenféle módon rendbe tenni ezt a szakmát, hogy mindenkinek méltó helye és elismerése legyen benne. Ez egy nagyon kemény és hosszú távú munka. Én most 3 évre kaptam meg a bizalmat a szakszervezet elnökeként. Van egy vízióm, egy elképzelésem, hogy ezt hogyan kell végigcsinálni. Remélem, hogy sikerül. Ez feltétlenül szüksége van a szakszervezetnek a bővülésére, arra, hogy belépjen mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, hogy egységet, összefogást tudjunk képviselni, erőt tudjunk mutatni, hogy megfelelő módon tudjunk tárgyalni a különböző partnereinkkel arról, hogy ez mindenkinek az érdeke, hogy ne lehessen minket megkerülni. Ezért mindenkit erről a színpadról is bátorítok, hogy feltétlenül lépjen be az elkövetkezendő időszakban a Szinkron Alap szervezetbe. Ez egy csekély éves díja jár, amiért cserébe viszont komoly eredményeket lehet elérni mindenkinek az egzisztenciális, anyagi és munkafeltételét illetően. Ezen kívül, hogy a szakma minőségét és az elismertségét növeljük, ezért alakult meg tulajdonképpen ez a ma este is, vagy jött létre ez a ma este, a Szinkronikum Egyesület, a SZIDOSZ, illetve a Szinkron Alap szervezet összefogásával, és természetesen a 6 szín teátrum partnerségével és pozitív hozzáállásával, hogy kezdjük el ezt a szakmát megmutatni a szélesebb közösségnek, adjunk jelet magunkról, legyen elismerése, rangja az ebbe dolgozóknak, és valahol el kellett kezdeni, ezért most kerültek kiosztásra ezek az életműdíjak, de nagyszabású terveink vannak a jövőre nézve, hogy ezt hogyan fejlesztjük tovább, ezt az éves szinkrongálát, vagy szinkronikum díjátadót, amiben bővülnének a díjkategóriák. Mindjárt van is egy terv a kezemben, amit felolvasok, hogy ezt hogyan képzeljük el jövőre. Bocsánat, még szemüveget is kell vennem, mert nem látok közelre. Tehát az a lényeg, hogy az idén voltak ugye szinkron életműdíjak, amelyeket szintén folytatnánk a szinkron szakmában dolgozó
nagyon komoly dolgokat és eredményeket és munkát letett idősebb kollégák díjazása a Szilosz életműdíj kapcsán. Ugye megalapítottuk a Selvenci Roland Talentum díjat, és ezt szeretnénk ennek a hagyományát hosszú évtizedekre vagy évszázadokra biztosítani. Azon kívül szintén volt az idén, hogy a közönség díj, ez is lenne jövőre, és ami a jövőre bővülést jelenteni, az a következő, hogy lenne legjobb színésznő, legjobb színész, legjobb dramaturg, legjobb gyártásvezető, legjobb vágó, legjobb hangmérnök és legjobb szinkronrendező. Ezekkel a kategóriákkal bővülne jövőre a Szinkronikum díjátadó, és ezeket a kategóriákat a szakma szavazza majd meg. Ennek meg lesz a formája, a Szinkronikum Egyesülettel, a magyarszinkron.hu-val, a Szidosszal és mindenkivel együttműködve kidolgozzuk ennek a módját, és akkor a szakma szavazhat ezekre a kategóriákra, és akkor egy ünnepélyes gála, meg buli keretében jövőre már ilyen széles körben tudnánk díjazni, amivel jeleznék a politikusok felé, a társadalom felé, a közönség felé, hogy igenis ebben a szakmában komoly munka folyik, és akár még állami elismerésekre, kitüntetésekre alkalmas személyek is vannak, amivel általánosan elismerettséget vívnánk ki a szinkron szakma számára, ami egyelőre még egy ilyen képlékeny valami, amiről nem mindenki tudja, hogy mi. Amit kérnek a szervezők, meg kérünk mi is, hogy regisztráljatok ezekre a szavazásokra, majd később a Szinkron Alapszervezetnek is hamarosan elkészül egy nagyon komoly honlapja, valamint a Szidosz honlapján, illetve a Szinkronikum, vagy a magyarszinkron.hu honlapján, és lesz ezzel kapcsolatban Facebook oldal, de mindenről majd igyekszünk értesíteni benneteket. Van egy vízióm arra nézve, hogyha a szinkron szakmában dolgozók belépnek a Szinkron Alapszervezetbe, ennek lesz egy honlapja, ahol konkrétan lehet majd regisztrálni, hogy minden információt azonnal mindenki megkap, oda-vissza az elnökséggel és egymás közt is tudunk kommunikálni, tehát remélhetően a jövőben ennek egy gyorsabb és hatékonyabb információáramlás lehet majd a szakmában, és ez is elősegíti majd azt, hogy a jövő évi gála egy még nagyszabásúbb és még ünnepélyesebb és még izgalmasabb esemény legyen. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, jó estét, köszönöm. És köszönjük szépen a figyelmet, meg a türelmet, mert remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és reméljük, hogy ma azért fény ragyogta be ezt a csodálatos szakmát, amit annyira szeretünk csinálni, mindenki más miatt, mindenki más részét. A magunk részéről búcsúzunk, és ha megengeditek, akkor vinnénk a hírét, hogy van egy ilyen szerveződés, hogy van élet a szinkronban. Benne vagytok egy közös fotóban? Én mindig félek, hogy nem hívnak legközelebb, és akkor ez így... Igen, lehet egy ilyen? Olyan fontos, figyeljetek ide egy picit. Tanuljunk meg ünnepelni. Ez az este arról szólt, hogy egy picit érezzük azt, hogy tudjuk magunkat ünnepelni. Úgyhogy sok boldogságot, kedves magyar szinkron szakma. Kérjük szépen egy nagy integetést! Integetést kérjük szépen! Köszönjük szépen! További szép estét a magyar változat munkatársaival búcsúzunk! Thank you.
Thank you.
Köszönjük, hogy megtaláltad!
Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ez volt a Magyar Bátor kutatása és az